Közös ünnepléssel búcsúztatták az évet a Szent Imre Városi Idősek Klubjának tagjai. Az összejövetelen Hoffman Tamás újbuda polgármestere is részt vett, aki egy ajándékcsomaggal és a gyerekek által készített díszekkel kedveskedett a szépkorúaknak. Az, hogy az idősebbekkel, hogy és milyen formában foglalkozunk, ez a társadalom fejlettségének is egy fokmérője, én azt gondolom. Nagyon fontos az, hogy ez a közösséghez tartozás megmaradjon, ennek egyik Eleme az, hogy legyenek a különböző nyugdíjas klubok is, legyenek az idősek klubjai, és legyen az A60 Plusz program, amely olyan elfoglaltságot nyújt, és a maga, most már nyugodtan lehet mondani, hogy több száz programjával, én azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltság, le tud járni abba a társaságba, amit, amelyet kedvel, és nem magányosan ül otthon, és mondjuk nézi a tévét, hiszen ezzel a saját életét tudja meghosszabbítani is egyúttal. Hoffman Tamást, Molnár László a polgármester, valamint több önkormányzati képviselő is elkísérte az eseményre. Jankó István és Turbók János nélkülön ajándékot is hozott a klubtagoknak. A zene minden nap körülveszi az időseket, akik szeretnek énekelni és muzsikálni, ezért a képviselők egy hangfallal lepték meg az ünneplőket. Az ajándékozással azonban még nem ért véget a mulatság, hiszen a karácsonyozók egy zenés időutazáson is részt vehettek, amelyben a 60-as, 70-es évek slágereit hallgathatták meg az előadótól.